Üdvözlök mindenki, Darkside, yay! Volt egy, szem Attila kérte ezt tőlem, megígéztem egy nevet, hogy a marokkésről esetleg egy kicsit talán bővebben vagy használhatóságát, mert nem foglalkoznak, őszintén megmondom, én sem mindenemből nem láttam sok olyan kés, ami marokkés lett volna. Nincs is annyira szerintem úgy számon tartva, inkább a titkosabb, alattomosabb fegyverek között, mert tényleg az igazából harci késeknél is inkább a hajlított, karambit, meg még egy pár fajta, mondjuk a dart például van inkább számon tartva, de ezek sem azok a kések igazából, amin olyan baromi nagy reklámot kaptak volna, vagy nagyon toppon lennének, vagy a, mit tudom én, ugye nem buskáptos kések, meg nem hasonlóak, hanem ez egy kifejezett harcavaló, és igazából vagyok benne, hogy sok ember foglalkozik úgy harccal, illetve önvédelemben, főleg nem igazi késekkel. Nekem csak egy kis emtekem van, nekem sem volt még előtte, hangsúlyozom, amit most elmondok, ez csak saját véleményem, tapasztalatom, ilyennel nekem sem volt még, illetve olyan módon közelítem meg ezt a dolgot, ahogy mondjuk ninjutsuba tanultam mondjuk a harcművészetben, illetve a késharcban. Ugyanis a ninjutsuba az a legjobb, számomra hangsúlyozom. Ugye bármilyen fegyvert kapsz a kezedbe, azt neked tudnod kezdetesen használni, illetve használni egyáltalán, tehát teljesen mindegy, hogy most milyen akár egy konyha bajazó kés is van, akkor is azért többet érsz, mint ha mondjuk puszta kézzel mennél a másik ellen, ha ő puszta kézzel van. Meg ha nincs más, akkor mi az Isten tudsz tenni. Na most valószínűleg ezek általában nagyobbat láttatok, és ha megnézitek általában a képeket, vagy csak belekerestek, hogy marok tőr, akkor általában nagyobbak jönnek ki. Közös bennük, hogy szinte mindegyik ilyen hasonló ABS vagy Hydex stockban vannak, nem nagyon láttam még börtokban, meg ilyenben, hiszen ez gyors előrántás van, és a börtokban ugye, ha nincs lepatentolva, vagy letépőzárva, akkor nem tudod, kiesik belőle, és nem tudod igazából gyorsan előrántani, tehát nem sok értelme van, mert hát ez valljuk be, ez nem egy vajkenőkés kinézete van, nem is arra való. Azt hiszem, hogy a népszerűbb talán most, ahol én is láttam és emlékeztem rá, az a John Wick filmben a Néma bérgyilkos, a nem tudom mi neve, már elfelejtettem, Ace vagy Elite vagy Silent, mit tudom én, Néma Bob. Ott volt egy nyilván jóval nagyobb kés, és ő is a háta mögül kapta elő, és hát körülbelül ekkora volt pengével, és ott láttátok igazából, hogy harcoltak vele elég hatásosan, hogy úgy mondjam. Persze John Wick nyert természetesen a végén, de ott láttam először, az összes többi filmben inkább másfajta rugós, flippes kés, fixpengés, katana, vakizasi, a tököm tudja, de mindig más volt. Ez nem nagyon van úgy elterjedve igazából a köztudatban. Létezik, meg sok formája van, rákerestek, de nem annyira sok például. Amit én először akartam, meg kell mondjam, maroktőrbe venni, az például egy övbe rejtett volt, valami oroszok csinálták, az volt a gond, hogy nagyon sokan mondták, hogy ja, szép, csak nem küldték el, meg átvették őket, meg nem hivatalos, meg ízé, pedig tök jó reklámja volt, meg tök jó íze, megnyomtál egy gombot, és oldalt magából az övcsatból kiugrott két ilyen kis hasonló méretű körülbelül, csak nyilván kisebb volt a markolata, és tényleg nagyon jó elrejtett volt, mert teljesen beleolvadt az övcsatjába, és kurva jó volt, csak hát lehet se jól megrendelni, meg valami 100 és 200 dollár között volt, annyit meg azért valljuk be nem ér meg, akármennyire szuper is, tehát azért arról hat életben. Na mindegy, visszatérve erre, ez egy megfizethető áron volt. Sajnos nem gumiból volt a markolat, ami jobb lenne igazából több tapadás miatt, illetve csúszásmentessége, de ez se rossz. Maroktőrről biztos, hogy nem fog kiesni igazából a kezelből, csak hogyha még ha kinyitom az ujjamat, akkor sem nagyon, mint látjátok. De nyilván lehet így hülyeskedni vele, de ugye úgy van kitalálva, hogy pont az ujjai között maradjon meg, illetve kényelmesen meg tud tartani. Nyilván alakjából ítélve ez egy dárdahegy, tehát ez valószínűleg szúrásra való. Vágásra is lehet, mert én nekem is igazából ki van élezve, de nem erre való. Tehát az, hogy most itt elsuhintasz a csávó előtt, és vagy fölvágod a bőrcsekijét, pólóját, vagy őt magát, az kérdéses, de főleg ugye szúrásban van, és ami ha megfigyeltétek abban a rövid harcban is, amiben John Wickben volt, ugye John Wicket azért tartják, szerintem azért lett az egyik legsikeresebb akciófilm mostanában, mert nagyon hasonló, nem is hasonló, hanem nagyon eredeti elemeket használtak, és Keanu Reeves is, meg mindenki, aki ott volt és tanította, azt vallotta, hogy tényleg nagyon realisztikusan adják el, tehát nem az van, hogy 3200 tölténye van egy pisztolyban, késeket úgy dobálja magából, mint a hajaszálai lennének, tehát hanem rendesen ő is felhasználja az, ami van, tölt folyamatosan, hogy fogja a pisztolyt, stb. Nyilván erről komolyabb videók is vannak. Nyilván nem 100%-os, hiszen ezt nem lehet csinálni, de nagyon hitelesen adtak elő. Ez a késés hasonló volt. A csaj, mint észrevettétek, benne fogta, és általában szúrni próbált benne. Nagyon kevés volt az, amikor igazából vágni akarta, mert kérdéses, hogy most ezzel, tehát nem erre való. Tehát maximum itt a hegyének a kis részével itt fogod esetleg
Vagy ugye, hogyha szerencsé vagy, bevágod, de az a baj, hogy ha elkezded szerintem így vágni, tehát hogyha vágást venni, a bordák kezed húsba megállna, mert egyszerűen nincs akkora előtt, hogy mondjuk meg tudnád, végig tudnád húzni bennem, az azt jelenti, hogy át kéne vágni a csontjait, a bőrét, meg ilyeneket, és egy ilyen pici, ilyen késsel, vagy akár nagyobbal is teljesen mindegy, szerintem nem sok esélyed van, őszintén megmondom, és főleg beleakadt. Tehát ez főleg ilyen gyors, rapid szúrásokra van, arra viszont tökéletes, tehát igazából gyors fájdalom, amit el tudok képzelni, hogy használják vele, illetve kivéreztetni gyakorlatilag az ellenfeledet, illetve olyan fájdalom, illetve idegpontok eltalálása, ami az elég bénulást, félelmet, összeesést, harcképtel, gyakorlatilag harcképtelenné tennék benne igazából az embert. Tehát olyanra tudom elképzelni, és valószínűleg olyanra is valószínűleg nézzétek meg azért. Itt ez a kis rész, ugye itt megvan az izé, de az ujjak miatt milyen pici részt tartja. Tehát ez semmilyen nagyobb feszegetés, vagy ilyet szerintem nem bírnak, hogy egyszerűen eltörne, nem erre van kitalálva. Viszont kényelmes fogni, jó, nagyon jó elrejteni, tehát ezt mi a normál késnél is jobban el tudod rejteni, mert nézzétek meg, mint az, csak épp hogy kiállna belőle, tehát nincs olyan kés, amit ha megfogsz, akkor hogy ennyire pici lenne úgymond a kezedben, tehát hogy ennyire eltűnne, tehát a markolata. Azon kívül szerintem nagyon olyan jó, abból a szempontból, hogy nem tudod elrejteni, tehát míg a normál kést, ha ugye mondtam a másik videómban is, ha mondjuk megcsavarják a kezdet, és ugye elejted, tehát automatikusan, ha kinyitod az ujjaidat, elejted a kést, tehát az alapolók. Elviszont mondjuk kicsavarják a kezedet, attól még nem esik el, tehát nem esik ki a kezedből, tehát hogyha vissza tudsz térni, akkor vagy mondjuk például ennél az esetnél, ez most csak tudom, hogy nagyon abszurd lesz, hogy kicsavarják a kezedet, tehát valahogy, és nem tudom megmutatni, tehát hogy így ráteszik, és ugye kicsavarják a kezedet, meg tudod csinálni vissza, és beleszúrsz. Ami szintén fájdalom okozás. Valószínűleg nem fogsz nagy ezért, majdnem megvágtam magam a robotéra, de nem fogsz nagy ezért csinálni, de ezt meg tudod csinálni, hogy kicsit, hol a kamera, kicsit feljebb nyomod, és így visszafelé szúrsz. És pont el fogod érni a kezét, lábát, valamilyen végtagját esetleg, vagy szemét, orrát, amik éppen közel van, míg egy normál késsel ugye fordítgatnod kellene így a csuklódat. Ennél ugye az van, hogy itt a kezed tetején van középen, tehát így, tehát a élét mutatom, ha sikerül. Tehát még így van, ugye, nem? Így. Meg tudod egy kicsit az ujjaidat, egy kicsit változtatni a szögét, hogy így vagy így legyen. Az ujjaid között játszhatsz vele. És így majdnem, nézzétek meg, a saját izémbe ezt majdnem, hát az túlzási majdnem, de azért bele tudok szúrni, bele tudnám elengedni, bele tudnék szúrni. Persze nem tudom elengedni nyilvánvalóan, de ezt mondjuk egy normál késsel nem tudnád így megcsinálni, tehát hogy visszafelé, tehát maximum, ugye ahogy a kezedet fogod eddig, tehát így. Ennél azért jóval jelenje, van majdnem 90 fokos szögbe be tudod hajlítani, ami azért pozitívum, hogyha ilyen kis dolgokra van szó. Másik hátránya ugye nyilván, hogy mivel kicsi, még a nagyobbak is bizonyan kicsik, rövid távra nyilvánvaló később beszélünk. Dobni egyáltalán nem lehet, tehát aki ezt meg tudja dobni, biztos van olyan elismerésem neki, de ez kurvára nem az, tehát se súlyozva, se a kilakítása nem erre való, tehát ez egy rejtett kés. Nyakkést én nagyon sokszor láttam, ami tényleg baromi jól abból, és ezért is csinálják főleg skydesztokból, hogy lerántod és szúrsz, csak ugye ott az van, hogy a póló dalon föl kell húzni, vagy például el tudom képzelni váltokban, így kihúzod ugyanúgy, mint egy mondjuk a pisztolyt egyik oldalon, esetleg a pisztolyt hordja másik oldalon, meg a tárak alatt egy ilyen kést skydesztokban tökéletesen megfelel, és nagyon gyorsan lehet használni, és ugye nagyon gyorsan lehet vele harcolni, tehát nagyon gyorsan mondjuk át tenni egyik kézből a másikba, az mondjuk nem igazán, tehát nem tudod olyan gyorsan szerintem váltani, mert egyszerűen ezek miatt a bizbajok miatt megvágod az ujjadat, vagy beleakadsz, vagy nem olyan jó, viszont ez miatt ugye, mint mondtam, kiszedni sem olyan egyszerű a kezedből. Mindenképpen szúrás, egy kis vágás, de semmiképpen nem vágás, szeretelés, vagy ilyenre nem való szúrás, pici, pontos sérülések, illetve fájdalom okozása a megadott helyekre. Nyilván ezzel nem egyszerű halált okozni, őszintén megmondom, most a fejet hagyjuk egy kicsit, tehát hogyha mondjuk így szűvelni akarnád szúrni, nem tudom, hogy például a bordák között ez a benge vastagság, főleg a nagyoknál, hogy ez bemenne. Bár mondjuk így nagyobb az esélyed, mert míg a késnél mondjuk így, hol van? Ugye így szúrsz, mert ugye így fogod a kést, és másképpen különben el kéne csavarnod, amivel megcsavarod igazából a csuklódat, tehát nem lenni olyan hatásos igazából. Ennél alapba, ahogy tartod, ugye ökölben, hol vagy, előbe így megy. Tehát így nagyon nagy esélyed, nagyobb esélyed van, hogy mondjuk esetleg szívem vagy valami olyan helyen szúrod, ahol a bordák között be tud menni. Bár mondjuk no, nincs itt szóval így ütünk ugyanígy, de azért egy kicsit mégis más, hogy kicsit megcsavarod így benne. Vagy ha benne van például, ezzel a mozdulattal, ugye mivel ökölben van a kezed, elég zárt és elég
harcra termett póz eleve, még ha le is törne mondjuk ez a izében, mert letöri valami, valószínűleg akkor a kezed is menni fog, de létezve letöli, akkor is nem kell elengedned, nem kell érzened, hanem ugyanazzal a letört végével ugyanúgy tudsz ütni, és ugyanolyan sérülést tudok adni. Lehet, hogy kicsi, de azért egy letört penge és baromi csúnya dolgokat tud igazából csinálni. Plusz ugyanúgy lökölben van a kezed, és ugyanúgy tudsz tovább ütni, ha letört a penge, ha nem. Tehát ezt így vágni bármilyen irányba tudsz, és ütni is, szerintem, tehát ez mindenképpen jó. Gondolom azért nincs elterjedve, mert nem egy szokványos penge, őszintén megmondom. Nem mindenkinek tetszik, nem mindenki tudja, vagy mindenki fogja fel esetleg, hogy mi mindenre használható, és nem mindenhol esetleg végezett, lehet, hogy bizonyos helyeken azért direkt azért, mert gyorsan elrántató és elég veszélyes penge, tehát ez miatt lehet, hogy még a kicsit sem engedélyeznék használni, mert életkioltásra tökéletesen alkalmas igazából, elég pontosan lehet vele szerintem szúrni. Igazából, mert ahova ütsz gyakorlatilag, oda fog szúrni is. Tehát nem olyan, mint a késre, hogy mondjuk hegyes, vagy nagyobb, vagy úgy. Tehát a késnél is így van igazság szerint. Tehát ugye a késnél általában az szokott lenni, és a díjmester kés is azért jó, mert ugye nem kell ezt megtörnöd így a csónakot, hanem így egyenesen tud szúrni, és akkor erősebb ki van támasztva. Szóval, már megint közben szóltak, én meg elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Tehát összességében véve azt mondanám, hogy igencsak alá vagy hűt és veszélyes fegyver, nem sokan használják, mert kicsit másképp kell esetleg használni az ököllel, de ez miatt sok mindenre jó, sok minden, de kifejezetten harci kés hangsúlyozom, tehát ez másra nem is tudnám így hirtelen elfoglalni, vagy elfoglalni, elképzelni igazából. Vágni lehet valamennyire vele, de nem ezért van szúrása tökéletes szerintem, illetve behatolása a bőr mellény. Még az ilyen picinél is azt mondanám, hogy a bőr mellényből kabát meg ilyeneket szerintem az elég nagy esély van rá, főleg, hogyha erősebb az ellenfél, hogy simán át tudja, illetve erősebb vagy, akkor simán át tudod ütni vele, tehát vigyázni kell vele, meg hát sem igazából simán ugyanúgy tudsz harcolni, mint bármilyen módban igazából, ha harcolnál, ugye mindenki éppen általában ökölbe szorítjuk a kezünket. Ez annyi, hogy pár centivel megtolja az öklögedet, plusz témből van, tehát úgy kell képzelni, mint egy boxer, csak hegyes is. Tehát nem még a boxer azért ugye zúzódásokat az, ez még plusz vágást is tesz mellé, tehát elég durva és vérzel és stb. Tehát elég durva dolgokat tud csinálni, de nyilván nagyon közel használni, illetve meglepetésszerűen, tehát mondjuk egy ilyet vagy egy másikat is nem úgy kell elővenni, hogy előveszed, csak mutogatod, hanem utolsó pillanatban, amikor tényleg gáz van és ilyen, akkor kapod elő, és akkor elég nagy meglepetést tud okozni. Itt egy kicsit másképp lehet vele harcolni, kicsit más meglepetés, mint mondjuk ha aki késre számít, hogy bicskára, kiugrósra, automatára, fix pengére, tököm tudja mire számít, ez pedig teljesen más, tehát ezt még kirúgják a másik kezéből, ezt azért szerintem egy kicsit nehezebb lenne kirúgni igazából az ember kezéből, hogyha rendesen megmarkolja, tehát még megrúgják, akkor is igazából, ha kinyílik a keze bármennyire, akkor sem tud úgy elrepülni igazából belőle. Nyilván meg lehet oldani, mindent meg lehet oldani, én csak azt mondom, hogy nehezebb, mint mondjuk a többi, illetve a többi fajta kést. Nos, én ennyit tudnék igazából hirtelen hozzátenni magam módjából. Érdekes kés, mindenképpen önvédelmen lehetne használni. Kérdéses, hogy elméletben még ez a pici is megfelelne a magyar törvénynek, de elég erre lehet rejteni, eléggé pici. Ha kettőt hordasz magadnál még jobb, nyakkésként nagyon jó hordani, szerintem nem is olyan nehéz igazából, főleg ez a fajta, tehát ez műanyaggal van. Azt hiszem full tangos végig, de ez se egy nagy valami, már kérdéses, hogy full tangos, meg nem tudom pontosan, de van szkeletonos változat, aki vékonyabbat akar, de tehát nem nagy pár grammos igazából, mint a nyakkések szoktak lenni, és mégis egy kicsit különlegesebb, mint a többi, tehát ennyivel ad többet, mint a hagyományos kések. Anyaga 440C-től 8CL-től tök mindegy, hogy miből van, mert ezt gyorsra használnád, olyan nagy dolgokra nem használnál, úgyhogy azt mondom, hogy akinek tetszik, vagy aki szereti, vagy aki John Wick rajongó volt például, lehet használni önvédelemre, önvédelemnél minden lehet, tehát az utolsó fabotot is, ha használod, vagy a cserpet, ha fölveszed, ezt levélfölbontásra, csomagfölbontásra is ugyanúgy lehet használni, pici, kompakt, én azt mondom, hogy jó, de mindenki maga dönti, természetesen tetszik-e neki ez a fajtája, nem, akkor nyugodtan lehet egy csomó másikból választani, én csak azt mondom, hogy elég alattomos kis fegyver tud ez lenni, még ha pici, akkor is, ha nagy, akkor meg aztán főleg. Annyira kell vigyázni, hogy tudnod kell, hogy sajnos ez két pengések általában,
mint látjátok, nekem is a kiélezve jött mind a két pengével, és az a gond, hogy a penge vágójelnek a kettőnek együtt, nem szabad 8 centinek venni, és mivel ez két oldalas, 1-2, tehát ez a kettő együtt már kapás valószínűleg 8 centinek, talán nem, talán ez a pici nem, de ami már egy kicsivel is nagyobb nála, akár 5 centi is már az 10 centinek, mert ugye 5 centi és 10 centinek felel meg, tehát hiába a hegye maga, vagy a szúrófelület nem nagyobb, mint 10 cm, de maga a vágóél az több, és az nem felelne meg már, tehát a nagyobbakat ezért nem lehetne. Nyilván külföldön, vagy más helyeken tökéletesen megfelelne, sőt 10-12 centiseket is bőven vannak, hát Texasban baszki revolvereket holdanak az oldalán, mi az neki késet lelövő, mire használni tudná, és ők másképp gondolkodnak a késet, tehát mindenféle egyéb dolgokra használják, nem arra, hogy kibelezzenek embereket, de ez kifejezetten ugye harci késre való, úgyhogy csak óvatosan vele, és majdnem leszúrtam saját magamat, úgyhogy ez egy jó befejezés. De ezért nem szabad szórakozni vele, mert így simán beleállt például a lábadban, úgyhogy most jól leégettem magam. Köszi. Nos, ennyit szerettem mondani, ha valaki esetleg gondolja, igazából nem akartam megmutatni most mozdulat meg ilyeneket vele, mert az ugyanúgy a ninjitsu mozdulat lenne, ugyanúgy lehetne használni, mivel a kezedbe simul, ugyanolyan mozdulatokat meg lehetne bármilyen küzdősportban, harcművészetben csinálni, mintha normálisan csinál, csak annyi, hogy pár centivel megnöveli, illetve film van benne, ami vág. Tehát vág, mintha vágna a kezed, amivel ennyivel is többet élsz. De ezt is meg kell tanulni használni igazából, mint láttátok a John Wick filmben is, a csajnak simán átszúrta a kezét, és azért az nem olyan olyan dolog. Kezét, és azt hiszem még a szívét is beleszúrta. Tehát ha így kezd, még megtolod magad, elég brutális dolgokat lehet vele csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet, császár!